Hello fiúk, lányok, itt vagyunk a következő videóban, és tovább robogunk a Matchatax-szal. Úgy tudom, hogy most már bizonyos termékek itthon is elérhetőek, azt hiszem a csomag és meg a multipack az, amit eddig láttam. Aztán szerintem folyamatosan jönnek majd a mindenféle más dolgok is, köztük a fémdoboz, amiből mi most megnézzük az egyes számú kis fémdobozt, illetve az egyes számú nagy fémdobozt. Úgyhogy kezdjünk is bele, kis fémdoboz. Entertainers, Magicians, és itt már látszik, hogy egy Foden, egy Wirtz és egy Vinicius Junior lesz az, aki a limitáltja ennek a kis doboznak. Lehet nyitni belőle relikvia kártyákat, illetve ugye ebből is jöhetnek a Platinum Pool, a Gold Edge, a Hall of Fame, akár aláírt is, úgyhogy nézzük meg. 28 kártya, és emellé jön ugye a három limitált, amit még bonthatunk. Relikviát már biztos nem bontunk, de a doboz az nagyon jól néz ki. Ez a régi idők cirkusza című fémdoboz mintázat. De akkor nézzük meg a kis fémdobozt. Itt lesz nekünk a három különleges lap. Egy Phil Foden. Nagyon jó textúrája van, ilyen sima, de mégis mintázott. Nagyon menőn néz ki. Vinicius Junior és egy Florian Wirtz. Jó képet választottak hozzá. Ez ugye a garantált három limitált lap, amit kapunk a kisfémdobozhoz. És akkor nézzük magukat a kártyákat. 28 darab lesz. Egy Romagnoli, egy Cantwell, Hjulmand, Till, Luke Shaw, Johnston a Celticből, Morata, Reinders a Milánból, Ellison, Chabot, van itt nekünk egy Jack Grealish a Cityből, Jalo Juventusból, Grimaldo, Zaire Emery, Haidara a Lipcséből, Gündogan, aki ugye már visszatért a Manchester Cityhez, Ben Davis a Tottenhamből, Kingsley Coman, most már ezt leteszem, mert teljesen bezavar itt a forgatásoknál, Enketia az Arsenalból, itt van nekünk egy csillogósunk, Valverde, a Real Madridból, aztán egy Vintage Vibes, Lionel Messi, a korai barcelonás időkből, Man of the Match Signature, Lukasz Ucsics, a Salzburgból egy Real Madrid badge, ezen kívül van még itt nekünk egy Heritage Barcola, aztán egy Crystal Parallel Ödegár, az Arsenalból, és maradt egy Captain Emre Can, egy Arsenal badge, és egy Rafael Tolói Captain lap az Atalantából. Jó sok minden nem adott nekünk ez, de nézzük akkor a nagy fémdoboz. Ez az egyes számú 44 kártya, és 4 exkluzív limitált Time to Shine névre hallgat ez a doboz. Van még belőle egyébként másik 3 változat. Na de! Van itt nekünk mindenféle csomagocska. Így néz ki. Hó. 4 csomagot kapunk, meglátjuk, hogy azért-e, amiért én gondolom, hogy 4 csomag, vagy valami trükk van ebben is, de nézzük először a sima lapokat. Nem értem. Megértettem, jó. Kicsit így össze-vissza volt, de kibogóztam. Egy Gnabry, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Chelsea-ből, Chelsea lapokat egyébként eddig nem is nagyon bontottam, Dembélé, Schlager, Bernardo Silva, egy újabb Alisson Becker a Liverpoolból, Chavo, Jim City, aztán újra fordítunk egyet, egy Marusic, Bigló, a Feyenoord kapusa, igen, Bakayoko, és el is érkeztünk a csillogós lapokhoz. Van itt nekünk egy Man of the Match, Santiago Jimenez,
Feyenoordból. Van itt nekünk egy Vintage Vibes Materazzi, még az Interes időkből, aztán a Real Madridból Alaba, egy Vintage Vibes Buffon, és nem figyeltem, egy Saz Club Kamavinga. Nagyon jól néz ki. Nagyon megosztó most az idei Saz Club, sok helyen láttam, hogy sokaknak nem tetszik. Szerintem nagyon jó. Aztán van még itt egy Heritage João Mário, egy újabb Heritage Fabian, Bolognából egy Porto logó, paralel változatban, van még itt egy Atletico badge, és egy Danilo Captain a Juventusból. Nézzük a másik nagy briketten. Megint forgattunk, meg is vagyunk, Chelsea, Colville, aztán Kubarsi, a Barszából Madison, van itt nekünk egy Guardiol, Cityből Di Gregorio, Juventusból Hoffman, aztán megint forgatunk egyet, egy Johnston, aztán Morata, Reinders, aztán megint fordítunk egyet, Nico González, Golcon, Barella, és el is érkeztünk a csillogós lapokhoz, egy Vicario, Man of the Match Signature, aztán egy Zola, Vintage Vibe Legend, ott már látom, hogy mi akar kikukucskálni, aztán itt egy Vini Junior, a Real Madridból egy Rodri, Man of the Match Signature, és akkor így leszünk jól, Gold Edge, Mohamed Salah, nagyon-nagyon szépek ezek a Gold Edge lapok, de kaptunk egy Mohamed Salah-t, úgyhogy gyűlnek ezek is, ez a második, nekem legalábbis. Van még itt egy Heritage, ezt el kell fordítanom, McCausland a Rangersből, aztán egy Crystal Schlager, egy Crystal Frankfurt badge, egy Chelsea badge, és egy Radetzky kapus a Leverkusenből, mint captain, és maradt nekünk kettő csomagunk, amiből az egyiket eldobtam. Nézzük meg először ezt. Ez bizony egy mezdarabos relikvia, az első, amit a Matchataxból bontok valaha. Luke Shaw, Manchester United, mezdarabos relikvia kártya, mennyire jól néz ki. Azt írja, hogy játékos által viselt, de azt nem írja, hogy konkrétan hol vagy mikor, de bontottunk egy mezdarabos relikvia kártyát, egy Luke Shaw, az igen. Ez az első, amit bontok Matchataxból, mert végtelen számú fémdobozt bontottam már, de még sose sikerült. És itt vannak a garantált limitedek, egy Time to Shine Benjamin Sesko. Ennyire jól néz ki. Aztán egy Santiago Jimenez. Feyenoordból. Aztán egy Bukayo Saka az Arzenából, és egy Vitinha. Ezek voltak a garantált limitált lapok, ez ugye mindegyik fémdobozban benne van. Hát hogy csillog ez a Sesko? Jézusom, de szép! Kibontjuk még a 2-es, 3-as, 4-es fémdobozokat is. Ennyi lett volna mára, köszönöm, hogyha megnéztétek, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb!